Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Doom jelen pillanatban az a játék, amely megmutatta a játékvilágnak, legalábbis a készítőknek, ha egy kicsit is figyeltek, hogy hogyan kell rendesen csinálni valamit. 1993-ban megjelent az első Doom, és forradalmasította a játékipart, hogy őszinte legyek. Pár évvel később ugye megjelent a Doom 3, és megint csak forradalmasította a játékipart, mert ők voltak az elsők, hogyha helyes a tudásbázisom ebből a szempontból, akik dinamikus árnyékokat kezdtek el például mozgósítani, ugye. Az első Doom hozta a first person nézetet és a 3D-s nézetet, a harmadik Doom hozta a dinamikus árnyékokat, ugye mozogtak az árnyékok konkrétan, és egy kurva jó horrorjáték volt. Annyira jó horrorjáték volt, hogy nem mertem kijátszani egyetül, a sötétben le kellett töltsek egy cheatet hozzá, ami God módot adott, hogy végig merjek menni az egyes küldetéseim. Nos, és most 2016, ugorjunk egy kicsit, 2016 kijött az új Doom, és nyílbe ütötték. Egyszerűen, aki nem játszott a 2016-os Doom-mal, az sürgősen menjen vissza, és mármint vegye meg a játékot, töltse le, csináljon valamit vele, de játsszátok ki azt a játékot. Amikor kijátszottam, egy kicsit később még írtam is egy cikket róla a Facebookomon, egy ilyen értékelőt, úgy éreztem, hogy már késő bármit is róla csinálni, és elérkeztünk abba a korszakba, amit várjuk már a Doom Eternal megjelenését, vagyis a következő Doom megjelenése itt van. Biztosan sokan láttátok már a gameplayt róla, ne arra gondoljatok, hogy nem pont azt hozom most nektek, hogy mi az új gameplay, mert jobban élveztem, hogy játszak egy kört a 2016-os Doom-mal és egy saját gameplayt hozzak erről, de a Doom Eternal a tökéletes példája a készítők részéről, hogy hogy kell egy játékot egy következő szintre emelni úgy, hogy közben megőrizzük annak a játéknak a, hogy is mondjam, a kor, a gyökerét, a gyökeres funkcióit, ne módosítsunk rajta annyit, hogy az már a játékos bázisnak konkrétan játszhatatlan legyen. Ugyanakkor bevonjuk az új játékosokat is, ugye. Eddig konkrétan semmit nem vártunk el a Doom-tól, csak egy dolgot. Eszetlenül menjünk, és lőjünk démonokat, és ettől jól érezzük magunkat. Ez, hogy őszinte legyek, úgy a 2000-es évek elejéig fasza is volt, és mindenki élvezte. Ugye, tehát voltak ott olyan játékok, Duke Nukem, Serious Sam, ugye, a Doom-mal együtt, a Wolfenstein, voltak ilyen játékok, amik erre termettek, hogy agyatlanul menj és lőjél, nem volt szükség történetre, nem volt szükség sztorira, de viszont olyan szintű adrenalint és izgalmat nyújtottak ezek a videójátékok, hogy megfeledkeztél a történetről. Nem volt szükség rá, mert egyszerűen arra figyeltél, hova ugorjál és hova mozogjál az enemiktől. Aztán 2016-ban kijött az új Doom, és mindannyian tudtuk, hogy ez a Doom se lesz más, mint a többi. Agyatlanul menni fogsz, és lövöldözni fogsz, és nem vártunk más tőle. A különbség ott volt, hogy a Doom tanult a hanyatlásából, nem úgy, mint a Cold és a Battlefield csinálják manapság. A Doom abba hagyta a játékgyártást, tehát a cég elnapolta a Doom-ot, és 10 évvel később hoztak ki egyet, amikor úgy érezték, hogy na most ez az idő, a játékosok most, a világ most áll készen arra, hogy egy Doom kategóriai játékot kapjanak. Ahol hibázott anno a Rage, mert szintén az ID Software, ugye, hibázott a Rage, az mintha a Rage egy teszt lett volna,
hogy na most készen áll a világ egy Doom-szerű shooterre, egy ilyen pörgős shooterre? Készen áll a világ? És jött a Rage, és a világ még nem állt készen rám, és azt mondták a Rage-re, hogy unalmas, és nem hiányzik senkinek. Erre ugye vártak még egy kicsit, és megcsinálták a Doom-ot. Aztán ugye most jön az új Rage, egy kicsit később, és arra is már mindenki már úgy várja, mint hogyha nem tudom, mi lenne. Na de mindegy, amire ki akartam lyukadni, az az volt, hogy 2016-os Doom, ugye mindenki egy agyatlan shooterre számított, de közben azt is megkaptuk, és extrákat is. Ahogy a Doom használta a zenét a játéka közben, az olyan adrenalint adott, ugye tudatalan stimulált az a rock zene, és ahogy jöttek az enemik, és én nem, tehát valószínűleg ki akarnám deríteni, ki írt a zenét, de az egy zseni volt. A hang mérnökök zsenik voltak, hogy minden mozdulatodra beraktak egy ütemet. Minden mozdulatod mögött egy ütem volt, és ez azt sugallta, hogy erős vagy, azt sugallta, hogy hú, de tudsz játszani, azt sugallta, hogy a démonok neked kutyafüle, és minden lépésedre, minden glory kill-re, mindenre a zenei ütem volt kitalálva, tökéletes időkben állt meg a zene, hogy érzékeltesse a játéknak a nyomását, tökéletes időben indult meg a zene, egyszerűen elképesztő volt. De még itt nem állt meg a dolog. Egy dolgot minden kritikus kihagyott, amikor néztem erről a játékról kritikákat, és az, hogy ennek a Doom-nak van témája. 2016-os Doom-nak van témája. És rátérünk az újra is. 2016-os témája volt, története volt, és őszinte leszek, vettek, jó története volt. Egy jó érdekelt, hogy mi lesz a végén, és főleg érdekelt, hogy miért lesz az a végén, amire nem kaptunk választ a 2016-osban, és úgy voltam vele, hogy wow, na, ez mi ilyet a Doom-tól nem vártam, hogy története legyen, és a karaktereknek meglegyen egyfajta mélysége. Erre, hölgyeim és uraim, a Doom Eternal, mit nem mond az Isten, néztem az interjút a készítőkkel, és a készítők egy univerzumot csinálnak a Doom köré, egy teljes történetet. Már a 2016-os Doom-ban is elrejtve találtál történetet és háttérinformációt a történetről, az eseményekről, mik történtek, és most egy egész univerzumot kapunk, háttértörténeteket fogunk kapni, új bolygókat, új helyszíneket, amik egyszerűen gyönyörűen néznek ki, és még itt nem áll meg a dolog. A gameplay-en változtattak éppen annyit, hogy ne vigye ki az egyensúlyból az eredeti élményt. A zene megint csak odabaszós, és erre nagyon ügyeltek, nagyon-nagyon-nagyon ügyel valaki ott arra, hogy a zene szinkronban legyen azzal, hogy te hogy nyomod le a gombot a billentyűzeten, és ez egyszerűen elképesztő. És tényleg a gameplay épp egy apró változtatás, és már is érzed a különbséget, hihetetlen gameplay volt, amit ott láttam. Az új helyszínek gyönyörűek, szépen apránként adagulnak, és történetet adnak, még több történetet adnak, mélységet adnak egy elméletileg agyatlan shooternek. És ez egy olyan irány, amit egy Doom-tól igazából nem vártál volna. Új animációkat a különböző démon kivégzésekre, apró cseprő dolgok, amiket csinálnak a démonok, amikor megölöd őket, vagy amikor rájuk öl, egyszerűen kiegészítik a játékélményt, és ez az apró cseprő dolog, amire a legnagyobb játékkészítő cégek manapság nem igazán akarnak figyelni a játékukban. Nos, én már alig várom a Doom Eternal-t. Egy fannya, amúgy is fannya vagyok ennek a sorozatnak. Élveztem, mindegyiket élveztem. A harmadik Doom-ot különösen élveztem. A 2016-os erre nálam rátett egy pohárral, hogy őszinte legyek, és nagyon-nagyon nagy reményeim vannak
a Doom Eternal-lel is, amikor ki fog jönni. Már az igazság az, hogy a gameplay, az a fél órás gameplay, ami a Quake-on volt, már az megvett kilóra. Ha pénzbe kerül, hogy játszassak azzal a fél órával, amit ott bemutattak, már kiadnék érte pénzt, mert baszki. Mi a franc volt az? Tehát azt én meg akarom tapasztalni. Szóval, ja, már alig várom, és a map editort is már alig várom. Remélem több eszközt raknak bele ezúttal, mint amit a 2016-osban, bár már azzal is kurva jó játékélményt tudtál magadnak szerezni saját pályával megszerkesztve, úgyhogy nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök hozzá, hogy ebből a szempontból, és remélem, hogy a kis háttértörténet is jó lesz. Attól még mindig nem várok nagyot és sokat, de ha sikerül meglepniük, akkor megeshető a 2019-es évben a Doom lesz a legjobb játék 2019, ha bár a Red Dead Redemption az idén jelenik meg, de a 2019-es évben megesett tényleg, hogy a Doom az egyik legjobb játék, ami megjelenik. De meglátjuk, meglátjuk. A legjobbat kívánom ennek a játéknak. Srácok, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni. Kérdéseket itt a videó alatt, kommentek a videó alatt, vagy Facebookon, ahol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!